Sziasztok! Ez a negyedik szerekótya videó két zsinóros sárkányozásról kezdőknek. Az első három epizódban megismerkedtünk a felszállással és a repüléssel. Közben beköszöntött a tél is, úgyhogy most nem a mezőről, hanem a nappaliból jelentkezem. A mai téma unalmasabb, de nem kevésbé fontos. Arról fogok beszélni, hogy hogyan szállhatsz le biztonságosan. A repülés magas iskoláját nem itt fogod megtanulni, de ha kezdő vagy, akkor jó helyen jársz. Ha van már egy sárkányod és jártál vele a mezőn, akkor a széles körben alkalmazott landolási technikák közül kettőt már feltehetőleg első kézből ismersz. Az elsőnek a neve szakmai körökben nagysebességű talajmintavétel. Mint azt sejtheted, esetleg már keserű tapasztalatból is tudod, ez nem a leszállás ajánlott módja. Próbáld meg elkerülni. Először is józan ész. Ne sárkányozz túl rövid zsinórral, se túl erős szélben, mert nem lesz időd reagálni arra, amit a sárkány csinál. Kezdőnek zsinórból 20 méter észszerű minimum, szélből pedig 25-30 km per óra értelmes maximum. Másodszor, lélek jelenlét. Ha a sárkányod a föld felé vágtat, ne felejtsd el, hogy elvileg te vagy a pilóta. Alkalmazd a kormányzásnál tanultakat, és fordulj vissza a zuhanó repülésből. Harmadszor és utoljára kárenyhítés. Ha már késő kormányozni, akkor fékezz. Tudod, hogy a sárkány üzemanyaga a szél. Ha elveszed tőle a szelet, akkor lefékezed. A szelet pedig úgy veszed el tőle, hogy mind a két kezedet előre lököd, esetleg még teszel is pár futó lépést a sárkány felé. Tehát próbálj meg úrrá lenni a pánik reakción, ami arra ösztönöz, hogy rángatni kezd a becsapódni készülő sárkányt. A húzás mindig gyorsít, amitől csak rosszabb lesz a helyzet. Ha egy gyors tolással lelassítod, azzal legalábbis csökkented a becsapódás erejét, jobb esetben pedig hasra csúsztatod a sárkányt. A második gyakori földetérési technika tudományos neve szárnyaszeget albatrosz. Ez önmagában veszélytelen, legfeljebb bosszantó. Ha tovább lépsz a tőlem tanultaktól és akrobatikával kísérletezel, rengeteg albatroszt fogsz bemutatni, és ez rendben is van így. Ha megnézted az előző szelekótya videót, amiben többek között a szélablakról volt szó, akkor már magad is rájöhettél egy harmadik, valamivel tudatosabb leszállási technikára. Legyen a neve életunt keselyű. Amikor elfáradtál a sárkányozásban, és szeretnéd kíméletesen letenni a madarat a földre, akkor nincs más teendőd, mint hogy a földhöz közel kikormányozzad a szélablak jobb vagy bal szélére, és ott ne fordulj vissza vele. Ez a leszállási mód gyakorlatlan pilótáknak és erős szélben is biztonságos. A sárkány lelassul, aztán puhán leereszkedik, általában az alulsó belépő élre. Minden kontrollálatlan leszállás után szükség lehet a szégyenséta nevű manőverre. Ez az, amikor lógó orral odaballagunk a dicsterenül földetér sárkányhoz, hogy újra start pozícióba állítsuk. Ellentétben az iménti terminus technikusokkal a szégyenséta nevét nem én találtam ki tegnap előtt, de nem is érzem annyira helyén valónak. Nem szégyen az, ha nem sikerül valami a sárkánnyal, csupán annak a jele, hogy van még mit tanulnunk, a séta pedig egészséges. És egyben alkalmat kínál arra, hogy ha sárkányozás közben sokat hátráltál, akkor most előrébb vidd a készüléket célirányba. A
A zsinór te közben nyugodtan húzhatod a földön, ha nem tüskebozót van ott, nem lesz baja. Csak arra figyelj, hogy ha a fogantyú beakad valami gazba, akkor ne ráncson túl nagyot a vázon. Nagy sebességű talajmintavétel után mindig menj oda megnézni a sárkányt. Az olcsó üvegszálas vázú sárkányok szinte törhetetlenek, de egy komolyabb becsapódás után valószínűleg szétpattan rajtuk egy-két illesztés, amit felszállás előtt össze kell raknod. A drágább és könnyebb szénszálas vázak sérülékenyebbek, tehát nem árt ellenőrizni, hogy nem repette el valami. Ha igen, ne repülj tovább, hogy a további károsodást megelőzd. És akármiből is van a vázad, ha totál károsítottál egy merevítőt, keresd meg a darabjait, szedd össze, és vidd el egy kukáig. Nem egyszer találtam már a mezőn szilánkosra törött sárkányrudat, és ha ez elsőre nem tűnik nagy problémának, akkor gondolj csak bele, hogy mi lesz, amikor egy ilyenbe belesétál egy kutya, vagy egy mezítlábas kisgyerek. A sétát, szégyen vagy sem, az albatrosz után se hagyd ki. Ha a sárkányod szédült kóvágással szállt alá az anyaföldre, akkor hiába volt maga a landolás behelykönnyű, valami jó eséllyel rágabajodott valahol a sárkányra. Ha a kantár akad be a gerinc hátsó végébe, akkor a madarad nem fog tudni repülni, amíg le nem akasztod. Ennél gyakoribb, hogy a reptető zsinór csavarodik rá az egyik vagy a másik szárnyvégedre. Ha ezután férfiasan megrántod, hogy felszállj vele, akkor már dobhatod is a kukába a belépő éli merevítőt. Megsúgom, hogy a beakadt szárnyvéget sokszor távolról is ki lehet szabadítani, ha a sárkányt fellebillegteted és a rátekeredett zsinórt finoman pattintgatod, amíg le nem akad a szárnyról. De azért inkább battyogjál oda 20-szor fölöslegesen, mint hogy egyszer rudat kelljen cserélned. Ezzel végeztünk mára. Gyakoroljatok biztonságosan, ne azért kelljen karácsonyra új sárkány, mert eltörtétek a régit. Ha tetszett a videó, nézzétek meg a többit is, és ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb. Legközelebb pedig még többet tudhatsz meg a leszállásról.